Hogyan készült? 60. rész. A hogyan készült mai részében páncélruha. A viselet, ami ismét divatba jött. Utcai lámpaoszlop. Fény derül a gyártása rejtelmeire. Hajlított kemény fa. Ellátogatunk az üzembe, ahol mindent elferdítenek. Membrán kapcsoló. Az érintéssel működő berendezések titka. Ha ön sem szeret nyakkendőt hordani, próbálja ki a páncélöltözetet. A páncélviselet a csatákkal teli 15. században volt a legnépszerűbb. Eredetileg csak páncélinget készítettek, ami apró láncszemekből állt össze. A lovagok viszont nagyobb védelemre vágytak, ezért elkezdtek fémlemezekből összeeszkábált ruhákat viselni. A kovácsok ma már csak a történelmi játékok szerelmeseinek készítenek ilyen elavult harci öltözéket. Ebben a műhelyben csak is egyedi páncélruhákkal foglalkoznak. Csak az alapforma elkészítéséhez 45-ször kell méretet venni. A mintát körbe rajzolja egy acéllemezen, ami körülbelül 1,5 milliméter vastag. A körvonalat ezután egy fűrészgéppel vágja ki. Ez a vért. A mellkast és a hasat védi. A durva formát a kovács egy automata kalapáccsal kezdi kialakítani. Nincs semmilyen sablon, amit lemásolhatna. Amikor megvan az alapforma, egyszerű kézi kalapáccsal finomít rajta. A munkadarabot egy fatuskóra helyezi. Az ütéseket egy ólomszemcsés zsák nyeli el, nehogy a lemez deformálódjon. Néhány kalapácsütéssel sikerül véglegesíteni a formát. Eddig csak a mellvért belsejét dolgozta ki, most neki lát a külseje kialakításához. A fényfelületet kisimítja. Ezt a műveletet planírozásnak hívják. A mellvért alsó szélét most egy másik kalapács alá helyezi, így kialakít egy kifelé álló peremet. A munkadarabot egy üllőre helyezi, aztán egy kézikalapáccsal kiplanírozza a peremet. A perem azért szükséges, hogy a mellvér tekintélyes súlyát valamelyest levegye a várról és eloszlassa a csípőn. A kovács ellenőrzi a formát, és ha kell, igazít rajta. Ezután különböző kalapácsokkal kidolgozza a mellvért maradék részeit, és az élét fokozatosan visszahajtja. Ez az eljárás bizony időigényes. A kovács minden műveletet lassan és körültekintően végez. Ki akarna felidegesíteni egy lovagot? A fém élének visszahajtása egyben meg is erősíti a mellvértet, és a lekerekített él nem tudja felsérteni a bőrt. A mellvért már majdnem kész. A kovács a felületet előbb egy közepesen durva, majd egy finom csiszolópapírral simítja el. Az utolsó lépésben pedig egy polírozó krémet is bevet. Némelyik mellvért egészen összetett lehet. Ennek a modellnek a darabjait például 3 részszegecs tartja egyben. A szegecsek lazák, hogy a lemezek tudjanak egymáson mozogni. A bőrszíjakat szintén szegecsekkel erősítik fel. Egy páncélruha körülbelül 20 darabból áll. Ott van például a sípcsontvédő előső és hátsó része a lábvért. A bőrből és acélból készült páncélkesztyű. A várra kerülő válpáncél.
és természetesen a rostélyos sisak. A lovagok alulról felfelé haladva aggatják magukra a páncélt. Ha fordítva csinálnák, a fent keletkező túlsúlytól öltözködés közben hanyatt esnének. A középkorban a páncélruha annyiba került, mint egy kisebb falu. Igazi luxuscikk volt, amit csak is a nemesség engedhetett meg magának. De modernkori lovagnak lenni nem túl olcsó. Egy alapmodell több ezer dollárba kerülhet. Manapság természetes, hogy az utcákat kivilágítják, de volt idő, amikor éjszaka korom sötétben kellett botorkálni az utcán. 1814-ben Londonban nyújtották meg az első utcai petróleumlámpát, és az első elektromos utcai lámpa 1879-ben lépett működésbe egy clevelandi téren. Ezek az utcai lámpaoszlopok úgynevezett kompozitból készülnek, ami üvegszál és epoxi gyanta keveréke. Az epoxi gyanta egy sűrű műanyag, amihez edzőanyagot kevernek. A gyár egy hosszú, keskenyedő hengeren készíti el az oszlopot. Először is besikosítják a felületet. Ekkor veszik elő az üvegszálat. Egy szál valójában 2200 vékonyabb szálból fonódik össze. A hengerre egyszerre több tucat szálat visznek fel. Az üvegszál először egy epoxi gyantás tartályon megy át. A gyanta szabadon formálható, és a hőkezelés után fog megszilárdulni. Miután a szálak átmennek a gyantán, a gép a forgó hengerre húzza a szálakat. Nem mindegy, hogy a henger milyen gyorsan forog az adagolóhoz képest, mert ez határozza meg a szálak szögét. Minél kisebb szögben tekerődik fel a szál, annál ellenállóbb lesz az oszlop a széllel szemben, és annál jobb világítást tud nyújtani. Amikor egy oszlop meghajlik a szélben, a fénye látszólag megremeg. Az üvegszál rétegek száma az oszlop fajtájától függ. Ezt több dolog határozza meg. Először is a kérdés az, hogy milyen lámpabúra kerül az oszlopra. Minél nagyobb a búra, annál erősebbnek kell lenni az oszlopnak. A másik tényező a szél. Minél szelesebb a környék, annál erősebbnek kell lennie. Az üvegszál feltekerése után a henger a hőkezelő részre kerül. A belsejében nagy nyomású gőzt fújnak. A hőre az epoxi gyanta edzőanyaga működésbe lép, és megszilárdítja a gyantát. A henger azért forog, hogy az anyag egyenletesen kössön meg. A megkötés ideje az oszlop hosszúságától és az üvegszál rétegek számától függ. Az oszlop lehúzása előtt hideg vizet szivattyúznak a hengerbe. Az acél hengerettől összezsugorodik, és az oszlop meglazul. Emlékeznek, hogy az üvegszál feltekerése előtt a munkások sikosítóval kenték be a hengert? Az oszlop most emiatt tud olyan könnyedén lecsúszni. Az oszlop nem sokára kész. Egy automata gép lecsiszolja a felületet. A megrendelő a legfinomabbtól a legdurvábbig sokfajta felület közül választhat. A csiszolás csak néhány percet vesz igénybe. Egy fűrész szépen levágja az oszlop tetejét, ahová a bilincs kerül. A bilincs fogja tartani a világító eszközt. Ennek a modellnek íves a felső darabja. A kompozit már kihűlt a hőkezelés óta, ezért újra felhevítik, hogy hajlékonyabb legyen. Miután a gép meghajlítja a darabot, hideg vizet locsolnak a csőbe. A gyanta újra megszilárdul, immáron új alakot öltve. Most kivágják a szerelőjukat, a nyílást, amin keresztül a villanyszerelő a föld alatti vezetékhez tudja kötni a lámpabúrából induló vezetéket. Végül az oszlopot uretánfestékkel fújják le.
A festék megvédi a kompozitot a káros ibolyántúli sugaraktól. Ebbe a gumigyűrős nyílásba csatlakozik majd a föld alatti cső. Miután befették a szerelőnyílást, ideje összeszerelni az alkatrészeket. A föld alatti cső az oszlophoz csatlakozik. Az íves elemet egy bilincs tartja, és a végére kerül a lámpabúra. A szünet után megismerjük a kemény fa hajlítási módszereit. Aztán megismerkedünk a membrán kapcsolóval és az izgalmas kis gombokkal. Nem sokára találkozunk. Köszöntöm Önöket a Hogyan készült műsorában. Sok terméken látható hajlított keményfa. Az ilyen termékek gyártói gyakran más cégeket bíznak meg a hajlítással, ugyanis az eljárás, bármilyen egyszerűnek is hangzik, roppant összetett. Sok előkészítő munka és nagy szakértelem kell ahhoz, hogy a faanyag ne repedjen meg hajlítás közben. Hajlításhoz a legjobb fa a kemény fa. Rostjai jobban reagálnak a hőre és a nedvességre, mint a puha fájé, ezért szebben hajlanak. A puha fa általában meggyűrődik a hajlítástól. A faanyag először egy szabadtéri szárítóba kerül, ahol 15-20% közé csökkentik a nedvesség tartalmát. Ennek köszönhetően a faanyag nem fog megnyúlni vagy összezsugorodni a hajlítás után. Miután a fa megszárad, egy nagy teljesítményű fűrészgép a megadott méretre szabja a lapokat. Miután méretre vágták a lapokat, beteszik őket a gőzölőbe. Ezzel nedvesebbé teszik a felületüket, így rugalmasabbak lesznek. Az eljárás ideje 10 és 45 perc között mozog, függően a fa fajtájától és vastagságától. Ez a nedvesség később el fog párologni a fából. A munkadarabok ezután egy présbe kerülnek, ami a megfelelő alakra formálja őket. A prés a nyomás mellett hővel is dolgozik. A nyomás a megfelelő forma eléréséhez kell, a hő pedig, amit egy nagy feszültségű elektromos árammal termelnek, azért fontos, hogy az új forma tartósan megmaradjon. Hogy mennyi ideig maradnak a darabok a présben, az megint csak a fa fajtájától és méretétől függ. Ezt az eljárást koronahajlításnak hívják. A munkások minden egyes darabot összemérnek az eredeti mintával, és így ellenőrzik a hajlatot. A gyár ugyanezt a módszert használja más alakzatok hajlítására. Fontos, hogy mindig a megfelelő nyomást és megfelelő mennyiségű hőt alkalmazzák. A túl nagy hőtől a fa megéghet, a túl nagy nyomás alatt pedig megrepedhet. Ezek az egyenes faszálak nem sokára henger alakúak lesznek. Széktámlát készítenek belőlük. A fát most is a gőzölőben készítik elő, de hajlításkor csak is nyomással dolgoznak. A hidraulikus présre hajlító mintát szerelnek. Ez a gép egyszerűen a minta köré hajlítja a faanyagot, amit ezúttal nem hevítenek fel. Miután a prés meghajlította a munkadarabot, ideiglenesen lánccal tartják meg a fa formáját. A meghajlított darabokat egy beltéri szárítóba helyezik. A szárítás tarthat 2 napig, vagy akár 2 hétig is, függően megint csak a fa fajtájától és méretétől. Amikor a fa megszárad, a hajlat már végleges. Sok faipari termékhez használnak hajlított fát. Kiváló példa erre a szekérkereke.
térjünk vissza a széktámlához. Egy speciális gép lekerekíti a meghajlított darabokat. Mielőtt elszállítanák a darabokat, a munkások átfuttatják őket a csiszológépen. Az előkészített részeket a bútorgyárban így azonnal lakkozhatják, vagy festhetik. Miután a gyár dolgozói megkapják ezeket a faelemeket, azonnal felerősíthetik őket a meglévő egyenes ülőkékre. Önnek már csak annyi dolga van, hogy hátradőljön és élvezze a hajlító üzem termékét. A membrán kapcsoló szó bizonyára nem sokat jelent önnek, pedig lehet, hogy nap mint nap lát vagy használ ilyen kapcsolót. A membrán kapcsoló egy puha, szinte lapos nyomógomb, ami sok háztartási készüléken is megtalálható. A mikrohullámú sütőkön előszeretettel használják, de találunk jó néhányat a pénztárgépeken is. A kezelőlap legfelső felülete a grafikákkal ellátott borítás. Ez egy műanyaglap, amire rányomtatják a kezelőgombok alaprajzát. Minden gombrajz alatt egy membrán kapcsoló lesz. A borítás elkészítéséhez először is lézerrel rányomtatják az alapformát egy acetátfilmre. Annyit helyeznek el egy filmen, amennyi ráfér. A filmet egy poliészter rétegre helyezik, amit fényre érzékeny vegyszerrel vontak be. Egy gép segítségével 6 percen át 2000 wattos UV-fénnyel világítják meg a poliésztert. A fénytől mindenhol megszilárul a vegyszer, ahol az acetátfilmen nincs gomb. Az anyag apró lyukai mindenhol eltömődnek, kivéve ott, ahol a gombok lesznek. Az acetátfilmet ezután eltávolítják, és leöblítik a megmaradt vegyszert, ami nem szilárdult meg. Ezzel készen van a stencillap, ami a grafika nyomtatásához szükséges. A lapot megszárítják, és behelyezik a nyomdagépbe. A felhordóhenger elteríti a festéket a lapon, és bepréseli a nyitott lyukakon. Ezzel a műanyag burkolatra nyomtatja a grafikát. Az UV-lámpák másodpercek alatt megszárítják a festéket. A grafika minden színét külön viszik fel. Ez azt jelenti, hogy nem tudnak egyetlen stencillappal megnyomni egy egész műanyag burkolatot, hanem minden színhez külön stencil szükséges. Közben egy másik gép rányomtatja az áramkört egy átlátszó műanyagra. A festékben ezüst van, ami vezeti az áramot. Az áramkör közvetlenül a grafikus burkolat mögé fog kerülni. Itt is egyszerre többet nyomtatnak. Amikor kész a nyomtatás, össze kell szerelni a membrán kapcsoló rétegeit. Először az áramköri réteg kerül rá egy ragadós filmre. A hengerrel kipréselik a buborékokat a két film közül. Ez a szigetelő réteg a grafikus burkolat és az áramkörrel ellátott réteg közé kerül, hogy a kettő ne érintkezzen folyamatosan. Minden egyes áramkör kap egy nikkellel bevont rozsdamentes acélgombot, amit meg kell nyomni ahhoz, hogy zárjuk az áramkört. A gombokat egy poliészter fóliával tartják egy helyben. Miután kivágták az összes gomb helyét, a grafikus burkolatról lehúzzák a filmet és a lapot ráragasztják az áramkör lapjára. A membrán kapcsoló ezzel kész. Ez a kis panel egy kórházi ágyhoz készül. Némelyik membrán kapcsoló képes ledekkel világítani. Amikor megnyomunk egy gombot, a ráerősített led kigyullad. A gyár robotjai két csepp epoxi pasztát helyeznek az áramkörlap minden olyan pontjára, ahová egy led fog kerülni. A pasztában ezüst van, amit megint csak jó áramvezető képessége miatt használnak. Ezután egy robot felveszi a ledeket, és leteszi őket a bepasztázott pontokra. A tetejükre végül felhelyezi a gombokat. A piros fénnyel a kamera ellenőrzi a megfelelő elhelyezést.
A tesztelés során áramot vezetnek alapba, és megnézik, hogy működik-e a rendszer. Ezután minden ledre egy átlátszó szigetelő anyagot csepegtetnek. A szigetelő anyag végül megkeményedik az UV-fény alatt. A panelt leveszik a gépről, és bekapcsolják rajta a ledeket, így könnyebben tudják elhelyezni a grafikával ellátott fedőréteget. Ez a kapcsolópanel egy sütőjé lesz. Ezen nincsenek ledek. A kupola alakú gombok helyett pedig egyszerű érintkezési pontokat nyomattak a gombok helyére. Ugyanazt az ezüst tartalmú festéket használták, amivel az áramkört nyomtatták. A ragasztás után lehúzzák a védőréteget, megfordítják a panelt és rápattintják a burkolatot. Tehát akár páncélruhát szeretne vásárolni a legközelebbi lovagi tornára, akár lámpaoszlopokkal szeretné kirakni a sötét utcákat, akár hajlított kemény fára vágyik álmai bútorához. Most már azt is tudja, hogyan készültek ezek a tárgyak. Narrátor Forgács Péter. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.